De lehet olyat is kapni egy kis nejlonzacskóban, ami arra szolgál. Ilyen gyógyászat? Igen. Ez a Dozdovicet tedem, és azt érdekelnek nézni, akkor az ide érkező turisták a 19. században ezeken a galéria rendszereken keresztül látogathattak el ide, és akkor még láthatták azt, hogy itt lehet a bányászok, hogy fejtett a sót. Itt azért van a papadló, mert emögött a terem mellett van még két hasonló nagyságú, pontosan itt a szobor mögött elhelyezkedő fehér fal mögött, ahol is tudnak fogadni összesen 800 ember. Nagyon sok konferenciát, filmbemutatót szerveznek itt, és miután egy színbe kellett hozni a három termet, ez a terem jóval mélyebb volt, úgyhogy 8 méternyi magasságú sót kellett felszórni, de miután már feltöltötték, sokkal úgy döntöttek, hogy ide papadó fognak elhelyezni. Jól is tették, mert ezen a helyen nagyon sok szalagavató látható megrendezése. Amelyben köszönetüket fejezik ki a bányászok felé, hiszen a bányászok voltak azok, akik fizették a professzorok fizetését, és a kerületet csak államadóztatás alá, de nagyon hálásak voltak. A másik oldalon tetszenek látni két úgynevezett ablakbélyegés, amely azt szimbolizálja, hogy 115-en helyen vagyunk, de mégis végtelenül nyitottak vagyunk. Ez is azt mutatja, hogy a bányának nagyon jó a marketing tevékenysége. Több mint 1 millió turistát kívánok a évente, hogy majd azért mondani, hogy 1863-ban Mondjuk a szobor nem jó, a szépség, de itt az volt csak a lényege, hogy pontosan a hála és a szeretet, ami a munkájuk iránt volt. Ezt is amatőrök, tehát bányászok készítették el, és csak hobbiból csinálták ezeket a szobrokat. Ez a bánya kincstáraknak az jó szellembe. Szellemek is István, jobbra, jobbra.